a Robin öntermékeny mandulát szeretném önöknek bemutatni. Ez a mandula barack magonca az alanya. Tehát mandula barack az alanya ennek az öntermékeny mandulának. És hát tulajdonképpen már ki is találta, hogy igazából miért ez a legkedveltebb vagy a legkeresettebb mandula. A kertészetemben szinte ilyen sorban állnak érte általában ősszel meg tavasszal, és ez nem véletlenül, és ez nem csak nálam van így, hanem nagyon, nagyon sok kertészetben, illetve folyiskolában, mert elég nehéz az előállítása. És miért szeretik? Azért szeretik, mert fantasztikus virágözönnel köszönti a tavaszt a kertbarátnak a kertjébe. Öntermékeny, tehát porzópár az nem szükséges hozzá, ilyen édeskés, nagyon-nagyon finom a termése, nagyon jó ellenálló a kedvezőtlenebb helyeken is, tehát ott, ahol ugye egyébként sokszor panaszkodnak a kertbarátok, hogy nehezen fogadnak meg, nehezen maradnak meg a gyümölcsvár, ott ez a Robin mandula, öntermékeny mandula, ez ott is megmarad. Hát itt most tulajdonképpen össze van készítve már egy pár csomag, telepítésre kiszállítandó, lehet látni, hogy ha így ide mellé állok, akkor tulajdonképpen, ugye ők azért be vannak ásva a földbe, de lényegében azért ezek a növények ugyan másfél-két méter magasok. Hát nyilván, hogyha most itt pont itt vagyunk, itt vannak mellettem szilvák és egyéb mandulák és mindenféle más növények, ugye vannak, amelyek nagyobbak, vannak kisebbek, almák, körték, ilyesmik, azok általában kisebbek, és ezeknek az öntermékeny mandulának nagyjából ekkora a méretük. Nagyon fontos, hogy kora tavasszal aztán mindenképpen ugye ezeket ugyanúgy meccésben kell részesíteni. Egy biztos, az öntermékeny mandula a kertészetemben elérhető, és porzópár ültetése nélkül eredményesen termeszthető mandula házi kertben is.